Tiszteltel köszöntöm valamennyi kedves nézőnket. Ismét rendkívül fontos mérkőzés a gyönyörű Promontor utcai ékszerdobozban. A Budafok a Rosszon Erik, akik a második helyen állnak 50 ponttal, mindössze 3 ponttal a listavezető MTK mögött. A 10. Békés Csabát fogadják. Országos egyes mondhatnánk, ha nem tudnánk, hogy a vendégcsapatok most már nagyon respektálják a Budafokot. Bizony betolják a buszt, keményen védekeznek, és nagyon nehéz dolga van a hazai meccseken a Budafoknak. 2 döntetlent harcoltak itt van a srácok, azonban idegenben legutóbb infarktusos mérkőzésen Soroksárot 86 percig vezetett Szántóregő bombájával a Soroksár, de Kovács és Romics fordítani tudott, és a hosszabbításra megnyerte a mentálisan és fizikálisan nagyon erős Budafok a meccset. Nézzük az ellenfél összeállítását, itt vannak egyébként a Békés Csaba lilák szurkolói is, egy pár tucatnyian. Uram János a kapuban, Nagy Sándor, Pantovics Nikola, Szalai Dániel 16-osa, 20-asa, Babinyez Balázs, középen 28-as Polényi Gábor, 18-as Király Patrik, 14-es Váradi Ádám, 8-as Mészáros Márk, 30-asa Lukács Raymond Barna és 60-asa Olá László Dávid játszik. Ribánszki, Zahorán, Dávid, Gránic és Gréci Üldögél, Schindler Szabolcs kispartján. Most pedig Göröcs Jánosra, az Újpest egykori kiválóságára 62-szeres válogatott játékosra fogunk emlékezni majd. Az ő emlékére lesz majd egy perces néma gyászszünet, az összeállítást és a többit utána folytatom majd. Legyen nyugodt Görös Titinek a föld, és az égi mezőkről figyeli majd a labdarúgó tevékenységet Magyarországon, az bizonnyal igaz. Nézzük akkor a Budafokot, jobban ismerik őket, Pósár Dániel a kapuban, 3-assal Margiti Csandol, 6-assal Gohér Gergő, 17-essel Vasicsku Gergő, és 19-essel a győztes gólszerző Romics Dániel, a soroksári győző. Középen 5-ösen Olá Bálint, 7-esen Zsolnai Rihárd, 9-esen Írik Farkas Sebestyén, 24-esen Soltész István, Kovács Dávid a csapatkapitánya 10-essel, 25-ösen Szabó Máté Norbert a villanéptű csatár játszik, Kovács Opavszki Misinai Veszelinov, Skribek Alem Mártin Horváth és Kulcsár Kornél üldögének Csizmadi a Csaba kispadján. És akkor néhány szó a Békés Csabáról. 1912-ben, tehát akkor, amikor a Budafok alakult meg, Békés Csabé előre munkás testedző egyesület révén sárga-fehér volt a színük, de csak hamar lila-fehérre váltottak. 1922-ben már válogatott játékost adtak, Amzel Ignácot, aki később a Ferencváros kapusa is volt. 1945 után bontakoztak ki igazából, 1968-ban az NB2 bajnoka lettek, majd az NB1B-be is feljutottak, 74 és 98 között, két alkalom kivételével pedig végig az NBA-ben játszottak. 1975. május 22-én 22 ezer néző látogatott ki a Fradi elleni mérkőzésükre. 1988-ban Magyar Kupa győztesek voltak a Honvéd ellen 3-2 Csernuc, Gubrovics és Csató góljaival. Csank János irányította őket, a kegben pedig a török Szakariaspor-tól estek ki 2-0. 0-2, 1-0 és az első budafoki támadást közben figyeljük, aztán majd folytatjuk a történetet. Nézzük! Gohér egy ívelés középre, kifejelik a Békés Csabaiak. Néhány híres játékos Amzel mellett Pásztor József, aki 361 meccset játszott a Békés Csabában, brilliáns technikájú válogatott játékos is volt, Palócai, Tulipán, Váci Zoltán, Zsinka, Kvaszta, Lackó, Kuruc, Dzúrják, külföldön Polexis, Vasiljevic, Szalim Vlajku, a csádai Csana, vagy Járvú Ján, a litván légiós, és olyan edzők, mint Mésző Kálmán, Csank János, Pásztor József, Dajka László, vagy Csukka Attila erősítették a Békés Csabát. Ez a Békés Csaba azonban most nem az a Békés Csaba, mindössze a 10. helyen állnak a csabaiak 32 ponttal. Legutóbb a Vác gárdájával 0-0-át játszottak a kieső helyen álló Váccal. Ez nem vált dicsőségükre, mondta, és Schindler Szabolcs, hogy bizony.
nem lehetett elégedett a játékkal, 11-est is hibáztak a csabaiak. Most azonban egy veszélyes támadást vezetnek, és az első percben bizony lövésre vállalkoztak, és az első percben ez a lövés mellé szállt. De rögtön azt kell mondanom, hogy egy Békés Csabai helyzetecskét jegyezhetünk föl az első félre első percével. Azonnal megszólalt a Békés Csabai kórus. Általában Csabát is akárcsak a Budafokon elkísérik szinte mindenhova a hűséges nézők. Emlékeznek még a régi sikerekre, amely történetek apáról fiúra szállnak, hiszen egykor a Viharsarki csapat, mondom, még a nemzetközi kupában is indulhatott. Most a budafoki közönség hangosabb, és azt láthatják, hogy két játékos is kíséri a labdát, végül is aztán Margiti Csandor lesz az, aki előre teheti. Teszi is, Írik Farkas. Jól vissza Soltész, egy cseles szép volt. Margiti szépen lábról lábra hozta előre a labdát a Budafok, és egy hosszú indítás Kovács Dávid felé. Kovács megszerezte, Írik Farkas. Kovács Dávid felé nem volt les, Kovács megpróbál elmenni, de inkább kiengedi a labdát, bedobásra jöhet tehát a Budafok, és jön Vaszicsko Gergő, akinek nagy bedobásaitól méltán retteghetnek az ellenfelek. Az NB3-ban annó Domini nagyon sok gól is született ezekből a Vaszicsko bedobásokból, de most már jobban kiismerték, de azért mindig veszélyes fegyver Vaszicsko bedobásai, hiszen veszélyes fegyveré válhatnak, akár az ötösön belülre is dobja Gergő ezeket a labdákat. Valószínű így tesz most is, valóban így van. Egy lila-fehér fejes, és újra Vaszicsko lábbal próbálkozhat. Meg is történik, megint egy kifejelt labda a Békés Csabaiak részéről, de visszateszi azt Szabó Máté, és most indulnak a Békés Csabaiak előre. Tízessel Pantovics Nikola, azaz Nikola Pantovics. Szerb légiós, egy kis meg nem élt, és olá lába rópattól ki a labda. Pantovics azt mondja, majd én dobom, hagyjátok, és aztán hátra tesz egészen Mészáros Márknak. Az egyik oldalon a csapatkapitány Nagy Sándor, a másik oldalon Kovács Dávid. Király Patrik. Túloldalra ott Gohér fejjel az úr, de a labdát visszaszerzik a lilák. Kicsit kellemetlen, kezd feltámadni a szél, és sűrű, sötét felhők gyülekeznek a sporttelep felett. Mindenki azt reméli, hogy az eső nem fogja elrontani a játékot. És egy hirtelen szőke fiú teszi hátra a labdát, nem másról, mint Polénye. Uram János, aki a kupaszereplésük, az idei kupaszereplésük hőse volt, kiváló kapus rúgta előre a labdát. Uram János mindössze 19 esztendős múlt fiatal és nagyon tehetséges kapus. Ez szabadrugásnak tűnik, a játékvezető nem fúj semmit, Derdák Marcell játékvezető vezeti a mérkőzés, kis és zámurak segítik a munkáját. Margit is dobhat be. Zsolnai visszatette neki, Kovács Dávid, emelkedik az ászló, les. A közönségnek nem tetszik a partjelző lengetése és a játékvezető ítélete, azonban a döntés ellen nincs fellebbezés, szabadrugással jöhet a Békés Csaba. Tehát még egyszer mondom, Saroksáron bravúr győzelmet adott a Budafok, és 9 ponttal vezet a Vasas ellen. A Vasas később játszik majd a Győr csapatával. A Budafoknak azonban semmi másra nem kell néznie, senki másra nem kell foglalkozni, csak saját magával. Ezt mondta egyébként Csizmadér Csaba, és ezt mondta Jakab János, klub tiszteletbeli elnöke, Vizi Sándor ügyvezető és a tulajdonos, Bélteki Róbert úr is, akivel a meccs előtt beszélgettem. Aztán nagyon kemény összecsapások után jöhetnek a lilák egy távoli lövés fölé. Nem volt veszélyes ez a próbálkozás, de azért a lila fehér kispad és a lila közönség is megtapsolta a Békés Csabai kísérletet. Vaszicsko Gergő viszont hozhatja a labdát. Margitics. A megszokott forgatókönyv között. És elindul Andor, egy szabálytalanság. Bizony, Király Patrik felvágta Margiticsot. Nyugodjon le, mondja a játékvezető. Azonnal sárgát reklamál a közönség. Sárga nincs, csak egy szigorú ennye-bennye. Margitics már túljutott ellenfelén. Király Patrik szabálytalanul akasztotta. Szerencsére sérülés nem történt. Vaszicsko Gergő szabadrugása után ad a Póseré. Póseré vissza Vaszicskónak, őt letámadja Pantovics. Soltész, majd újra Póseré. Bátran letámadnak a lilafehérek. Margitics viszont jó labdát kap, és meg is indulhat Margitics Andor. Őt ismerve ez be is fog következni. Az indítása azonban gyatra, nyugodtan mondhatjuk így. Megszerzik a Békés Csabaiak.
Újra a sokat mozgó király Patrik hosszú indítása, ez jónak tűnik, ott azonban Lukács Raimondot megelőzték, és Lukács szabálytalan Olának a sarkára lépett rá. Elnézést kér Lukács Raimond, Olának azonban fájhat az akilleszére tapodott Lukács Raimond, és hát ez bizony fájdalmas sérülésekhez is vezethet. Olá azonban keménykötési fiú talpon van. Azt mondja, Romics, menjetek előre, majd én elvégzem a szabadrugást. Vasicsku. Ez jó, írik Farkasnak, írik vissza Vasicskunak. Margitics. Rossz, lábról lábra, Romics, majd Gohér. Zsolnai, két volt, Diós Győri játszott volna össze, Gohér is, Zsolnai is játszott a DVTK-ban. Zsolnai, íveli középre, nem rossz, Kovács fejel fölé. Hetedik perc, egy BMT-e próbálkozás. Nem volt igazán veszélyes, de megtapsolta a közönség. Nem volt csúnya akció, Kovács nem tudott rá bólintani a labdára, úgyhogy magasan szállt fölé a fejese, de veszélyeket hordozott magában. Nézzük Uram János kirúgását. Ott fejjel nehéz lesz megverni a budafoki védelmet, az biztos. Gohér Írik Farkas irányába, Írik Farkast megelőzik, és Vasicsku kell. Éppen, hogy fejjel tisztázom majd Soltész. Kereste egy percre a labdát, de a csabaiak találták meg. Aztán azonban Zsolnai határozottsága labdaszerzést érdemelt, és Margitics indul, Zsolnai is kapott egyet a lábára. Hát ezt kell mondanom, hogy ezen a percekben eléggé sokat tüskézik a Békés Csaba, különben 1975-ben azon a Békés Csaba Fradi meccsen az dőlt el, hogy rendkívül durva játszottak a csabaiak, szinte a fél Ferencváros lesérült, és négy nap múlva kegdöntőt játszottak akkor a fradisták, és esélyük nem volt a Dinamo Kijev ellen, nagyon haragudott Dalnoki Jenő, egyrészt, hogy nem halasztották el azt a meccset, másodszor, hogy bizony csapatát Nyilasi van az élen, bizony eléggé harcképtelenné tették a csabaiak. Romics Daniel, hát ezen a mérkőzésen is eléggé kemény tüskékkel kezdenek, megpróbálják megfélemlíteni a Budafokot. Egy irányíthatatlan irányítás, egy indítás, amely nem volt igazán jól irányít, a Polényi tisztázott. Polényi dirigálja ott a védelmet, mellette ott van Nagy Sándor, a csapat kapitánya. Gohér feje villant, aztán Soltész leveszi, ez bölcs döntés volt. Újra Gohér, indítani nem tud, vissza tehát Romics Daniel és Vasicsku. Margitics általában szabadon itt a jobb oldalon, meg is indult Vasicsku, Írik Farkas is megindul, de Vasicsku nem kockáztat. Soltész, majd újra Vasicsku. Ahogy mondom, beáll a Békés Csaba, kemény határozott időnként a durvaságot is meghatározó védekezése, és elveszi a labdát Romics, Békés Csaba, egy óriási gólhelyzet, egy lövéses gól. A tizedik percben megszerzi a vezetést a Békés Csaba, szabálytalanságot reklamálnak a budafokiak. Ez azonban nem hagyja meg a játékvezető, és a tizedik percében a Békés Csaba Lukács Raimond góljával megszerzi a vezetést. Hideg zuhany a Promontor utcába bizony, Romicsot lebirkózzák, talán nem teljesen szabályosan, Lukács Raimond elviszi a labdát, és a vetődő póster mellett belövi a Békés Csaba vezető gólját. Erre szokták mondani, hogy lesz onnan felkapaszkodni a Budafoknak, hát bizony lesz. És nézzük Vasics Gergőt. Korán jött ez a gól, hiszen a tizedik percben járunk, de pont ezért rengeteg idő van még a fordításra, egyenlítésre és fordításra. Úgyhogy rendkívül sok idő, nem szabad elparentálni még a Budafokot. Ez benne van a játékban, egy játékos hátul hibázik. Legutóbb Romics volt az, aki a 96. percben a győztes gólt szerezte a Budafok számára. A futball ilyen, egyszer győztes gólt szerezze, egyszer melletted elmennek, nem fújja le a bíró és gólt kapsz. De hát ez csapatjáték, úgyhogy a Budafoknak egy percig sem szabad feladni, amúgy sem az a feladós csapat a Budafok, úgyhogy valószínűleg hatalmas energiákat fognak mozgósítani még. Még érkezik a közönség, itt szépen megtelt előttünk és mellettünk a lelátó. Hát és a Békés Csabai szimpatizánsok pedig örülnek.
és örülhetnek is, hiszen csapatuk otthon legutóbb a Vác ellen sem tudott büntetőből sem betalálni, itt viszont a feljutásra esélyes Budafok csapatának betalálta. Szabadrugás, illetve bedobás csak, amit Goyer Gergő végez el. Visszakapta Zsolnaitól, az indítása viszont abszolút nem jó. Jó indítás előre, egy csúsztatás, és ez már Vasicsku Gergőjé. 0-1 tehát egyelőre, de Vasicsku révén már is jöhetnek előre a piros-feketék. Vasicsku egyedül hozhatja fel, és Gohért választja, aki szabadon a bal oldalon. Olá Bálint. Hosszan előre, de nagyon hosszan. Polényi kíséri a labdát, Uram János pedig rá is vetődik gyorsan a 16-oson belül. Jöhet majd előre a Csaba, az a Csaba, amely némi meglepetésre megszerezte a vezetést a 10. percben. Uram kirúgása, megint hosszan. Romics hátra Ósernek. Ósernek ballal megnyújtja előre. Zsolna ide tud fordulni, fejjel tovább teszi, Kovács Dávid őt megelőzik. De Kovács visszaszerezte, olá! Szép csellel jön el, eddig ez jó, és szokás szerint Margit is robog a jobb oldalon, mellette Irik Farkas. Zsolnai, ez kár volt felpörgetni, el is vesztette a labdát Zsolnai. Pantovics? Semmi nem történt, Pantovicsot megelőzték. Vasicsku, jó labda, erről lesről szó nem lehet, Kovács kapott egyet, Zsolnai a második hullámban ellövi lepattan, de érkezik Gohér. Egy jó íveléssel veszélyt okozhat, de ő belőtte középre, visszajön a Békés Csabai falról. Olá! Szabó, szabadrugás. Nem! A játékvezető nagy vonalon továbbot intett, hát ez pedig igencsak szabadrugás gyanús akció volt. Hát ha ez az egyik oldalon nem fújta le a gól előtti helyzetet, ezt le kellett volna fújnia, egyértelmű. Most viszont lefújja Olá Bálint szerelését. Hát elszabadulnak az indulatok, lehet, hogy Olá Bálint sárgát is kap. Nem, de megmondom őszintén, hogy előbb ott a Szabó Mátéval szemben elkövetett szabálytalanságért nyugodtan fújhatott volna a játékvezető. Nem fújt, és ezzel felkorbácsolta az indulatokat. Hát nézzük, mi lesz a szabadrugásról. Polényi a labda mögött, meggyógyult a Békés Csabai fiú. Kovács Dávid azt vitatja, igen, hogy azt az előző szabálytalanságot miért nem fújta be a játékvezető. Aki meggyógyult, a Szalai Dániel, a keménykötésű védő, és újra Póser kapus. Póser azt mondja, nem gurítom ki, mert itt letámadnak, és ebből rendkívüli módon igaza van. Hosszan vágja elő a labdát, a szél egy kicsit talán a Békés Csabát támogatja. Kovács szépen vette le. Margiti Csandor. Írig behúzódott középre, tehát Margiticsé a szél most, de nem tudta visszatenni Kovács. Vasicsku. Újra Margitics. Soltész. Jó csellel. Csak ő be ellenfelé, de hátra teszi Romics Danielnek. Ott tornyosul a fehér fal, nehéz áttörni őket. Gohér viszont egy jó labdát kap, Gohér. Ballal kanyarítja középre, belelépnek. Kifejett labda, Soltész. Hosszú a csel, és el is vesztette. Pantovics indul meg. Lesz gyanús volt, de nem fújt a játékvezető. Lukács, a gólszerző. Pantovics. Nem rossz indítás, Békés Csabai helyzet, eddig tartott, Lukácshoz nem jut a labda, és megindul a fiatal Szabó Máté. Szabó rendkívül gyors. Olá Bálintot hozta játék, Olának egy jó beadás kéne, ott a beadás visszafejelik, talán még eléri Olá, nem, mert jól érkezik Váradi Ádám, és a labda az övé. Olá László. Két Olá is van, Olá Bálint és Olá László. Ismét Olá Bálintot találja szabálytalannak a játékvezető. Nem okoz eddig Derdák mester osztatlan sikert az ítéleteivel, ezt nyugodtan mondhatom. 12-13 fok van, tehát a tavaszból azért lassan nagyon-nagyon kora tavaszira vált az időjárás. De hát felforrósodna itt a hangulat, ha a Budafok egyenlítene, azt hiszem.
és erre minden esély megvan, bár igazán helyzetet még nem tudtak kidolgozni a piros-feketék, de próbálják nyomás alatt tartani a Békés Csabát. Vaszécskú nem kockáztat semmit, Póser. Húha! Ez nem volt igazán jó megoldás, Margitics azért megoldotta, levette a labdát. Illik Farkas felé, visszafejelik. Mészáros már. Szép háromszögelés. Pantovics. Kockázatos volt. Egészen hát a Nagy Sándorig a csapat kapitányéig. Ő előre rúgja Olá László Dávidhoz. Olá eléri ezt? Elérheti, de nem, felgyorsul a labda. Némileg nedves lehet a fű, mert azért eső esett az utóbbi napokban. És bizony, ez az eső befolyásolhatja azért a talajt. Száraznak tűnik, de egy-két napig eső áztatta. Na nézzük Póser kapus kirúgását. Kis szójátékkal mondhatjuk, az előbbi felszabadítása Pósernak nem volt kóser, mert bizony kikanyarodott a labda, de Margitics megmentette. Polényi visszafejeli, Soltészt megelőzik, de Soltész jól helyezkedik, Romics, és újra Póser. Irik Farkas felé, Irik Farkast is megelőzték. Margitics melléről lepattan, Lukács érkezik, Vaszécskú keresztre szabadrugál. Vaszécskú mutatja a labdát, és megint az előző helyzetre hivatkozik Vaszécskú, amikor is nem fújtak semmit a játékvezetők. Hát elszabaduló indulatok, ezt lehet látni. A tét nagy. A játékvezető lefújta borotvalbot, és kijelöli a sorfal helyét. Békés Csabai szabadrugás a 18. percben. Hát ez a szurkolói felhívás most a sportszerűségre elég rosszkor jön, amikor éppen felhorgatnak az indulatok. Pantovics szabadrugását látjuk, Póser felnyúl és a labda az övé. Szépen csinálta maga biztosan. Oda hívja Lukács Raimondot most a játékvezető, talán fegyelmezi egy kicsit. Lukács azt mondja, bocsi, én berúgtam a gólt, már nem akarok több balhét. Valószínű, nem akar. A Békés Csabának óriási siker lenne, hogyha pontokkal távozna a Promontor utcából. A Budafok viszont nem lenne elégedett egy ponttal sem. Írik Farkas. Soltész, nem volt jó ez a keresztlabda, Lukács elfeljeli, érkezik Romics, Irik Farkas le kéne venni, Irik Farkas megteszi, Kovács Dávid egyből szép kiugratás, Szabó hosszú egy kicsit, kilép Uram János és a labda az övé, nem volt rossz elképzelés Szabó gyorsaságát kihasználni. Egyébként bátran játszik a Békés Csaba, tehát azért teljesen nem vonulnak sündisztánásra. Szabó ezt nem érheti el még Royce-Royce-szal sem, úgyhogy bedobásra jöhet Polényi és a Békés Csaba. 1-0-ra vezetnek Lukács Raymond, vagy Raymond magyarosan góljával a csabaiak, akik abszolút nem kapkodják el ezt a bedobást. Szép, akkurátusan Schindler mester még elmondja, hogy mit kéne csinálni. A játékvezető hagyja, pedig szépen eláldogálnak ott a labdával a csabaiak. Gohér kifejeli, egészen a díszpáhojra, a vippáhojig fejeli föl. És Markovics úr dobja vissza a labdát, akinek egyiket a fia is labdarúgó, itt Budafokon. És jöhet a Békés Csaba. Bedobásból bedobás. Fú, két kemény szerelés után, megint bedobás. A harmadik csabai bedobás már. Bedobások eljutottak a budafoki kapu előterébe. És ezt sem kapkodják majd. De a lényeg az, hogy ott kell tartaniuk a labdát a budafoki kapu előterébe, akkor nagy bajuk nem lehet, gondolják, és ebben egyébként igazuk van. Sőt, kapu elé ívelhetnek egy labdát egy csel után, nem ívelés, lövés, ez viszont kapu elé lőtt labda után teljesen veszélytelen perdítés, de megtapsolják a Békés Csabai közönség lelkes tagjai, hiszen ők támadnak a Budafok otthonában. Egyébként tompának tűnik a Budafok, nem igazán tudtak helyzetet kidolgozni.
egy nyilvánvaló szabadrugást ugye nem kaptak meg, és az veszélyes pontrugást lehetett volna, hogy 20-22 méterre a kaputól. De hát erre nem lehet beazírozni. Megint Pantovics kiugratása nem jó, Romics, majd Vasicsku. Rosszul találta el Romics csizmaszárral, úgyhogy Vasicskunak kell előre nyújtani a labdát. Kovács Dávid a csapat kapitánya fejjel tovább teszi a saját helyére, úgyhogy Polényi hazakíséri a labdát, Uram János pedig kidobhatja. Maradt tehát továbbra is az 1-0-ás csabai vezetés. Uram hatalmas kirúgását Vasicsku fejelheti vissza. Romics, Olá, majd Gohér. Kockázatos volt a csel, elvesztette Gohér, de szabadrugás a piros feketék javára. Érkezik még a közönség, aki később érkeznek, kicsit hüledeznek, hogy 0-1-et mutat a tábla. Hát bizony, egyelőre lassan a mérkőzés első félidejének feléhez érkezünk, és komoly budafoki helyzetet nem jegyezhettünk fel. Egy BMT-e fejes volt, ami azonban nem volt veszélytelen. Romics, Vasicsku. Kockázatos volt, két kockázatos Vasicsku csel, megvan. És aztán Vasicsku sárga lapot fog kapni talán. Pantovics reklamál. A játékvezetőt körülveszik a békés csavaiak. És nézzük, a szabadrugás megvan. Ha jól látom, akkor talán Király Patrik fekszik ott a földön. Lukács Raymond Vasicskura panaszkodik, és Vasicsku sárga lapot fog kapni. Az első sárga... Piros lap! Vasicskut kiállítja a játékvezető. Hát ezt kérem szépen! Ez óriási meglepetés és hatalmas élvágás. A 23. percben Vasicskut kiállítja a játékvezető. Ezt nem értem, ennél súlyosabb szabálytalanság is volt a túloldalon, vagy legalábbis hasonló. Vasicsku Gergőnek le kell menni, ez nagyon nehéz lesz. Eddig is nehéz volt, hiszen vezet a Békés Csaba, 10 emberre kéne fordítani a budafoknak, rendkívüli indulatok szabadulnak el a pályán. Vasicsku elhagyja, tehát a védelem egyik oszlopa elhagyja a pályát, át kell szervezni a csapatát, kicsit csizmadi a Csabának. És még sárga lapot kap Romics Dániel is. Hát a játékvezető Derdák Marce alaposan belenyúlt ebbe a mérkőzésbe, ezt nyugodtan mondhatom. Már a gól előtt is véleményes volt, hogy lebírkozták-e Romicsot, vagy nem. Egy nyilvánvaló szabadrugást nem ad meg a túloldon, és most egy olyan szabálytalanság, hogy kiállítja Vasicskut, amilyen már előfordult. Ha őt kiállították előtte, bizony egy csabai fiú Pantovicsot is le kellett volna küldeni már. 10 emberrel marad a Budafok, elveszítvén egyik legjobb védőjét, és innen kéne fordítaniuk. Vasicsku. Innen kéne fordítaniuk 10 emberrel. Hát bizony, nagyon nehéz lesz innen, nem csak a budafoknak, hanem a közönségnek is, hiszen nehéz megemészteni ezt. A játékvezető elleni indulatokat hallhatják, azt hiszem, Király Patrik pedig elég gyorsan meggyógyult, az biztos. Romics kikíséri a labdát, aztán hagyja Pósernek, és a labda Pósernek. Innen most már ütközet lesz. Király Patrik visszaállt, és semmi baja, ahhoz képest, hogy úgy ápolták, mintha súlyos hadisebesült lett volna, és a másik ukrán front teljes legénysége átgázolt volna rajta. Ez is megérne egy misét. Gohér indul el, hosszan tette maga elé, de ott van Zsolnai. 10 emberre kell most helytelni a Budafoknak. Budafok erőnlétével nincs gond. Mentálisan is együtt van a csapat, ezt többször bizonyították idegenbeli meccseken is. Hát most kérdés. Polényi. Viszont ez óriási erőt kell, hogy adjon a Békés Csabának, hiszen a mérkőzés első félidejének felénél elveszti egyik legjobbját az ellenfél. Szabó elmegy, ez szabadrugás, ezt meg kell torolni a játékvezetőnek, meg is torolta. Szabó szabadrugása után veszélyes helyzet alakulhat ki, pontosabban Szabó felvágása után, hiszen Kovács Dávid minden szabadrugások elvégzője, főleg, hogy most Kulcsár Kornél nincs a pályán. Kovács és Gohér marad az a két játékos, aki elvégzi a szabadrugásokat.
Nézzük ezt a szabadrugást. Kovács Dávid veszélyesen kanyaríthatja kapu elé. Lefújta a borotva, volt a játékvezető. Nézzük. Lehet visszagurítás is. Szabót ólálkodik a 16-os vonalánál. Kovács az ívelést választja, nem is rossz. Fölfejlik a labdát. Kinek a fejéről megy ki? Sarokrugás, mutatja a játékvezető. A 26. percben, tehát BMT eszög lett. Ebből lehet veszély szintén. Óriási csúcsforgalom az ötösön belül. Most aztán Derdák játékvezetek minden tudására szükség van, hogy rendet rakjon ott. Rettenetes forgalom. Na nézzük ezt a sarokrugást. Oda ívelődik középre, a csúsztatás nem jó, de ott van Szabó, visszateszi Kovács Dávidnak, lehet javítani. Olát elnyomják, Zsolnai eltalálja, de felszabadít a védelem. Helyzet volt, Zsolnai lábára elvitték a labdát. Egy hatalmas előreívelt labdát Margitisnak kell visszafejelni, és jól tette, hogy visszafejel, hiszen Kovács Dávid ebből építkezhet. Gohér, Ponsel. Nem lesz könnyű dolga a Budafoknak, még egyszer mondom, a fellelkesült Békés Csaba ellen, akik egy emberrel többen vannak, hiszen Vaszicsku Gergőt kiállították, Zsolnai próbál labdát szerezni nagy harcban Váradi Ádámmal. Olá viszont szerez is fejjel, Zsolnait ellökik, Váradi megelőzi, bedobás, azonban a Budafoknak pont Csizmadi a Csaba, kispadja előtt Csizmadi a Csaba tapsal elkesíti az övéit. Egyelőre 27 perc telt el, Budafok Békés Csaba 0-1, és ember hátrányban a hazaiak. Romics! Keményen rontanak rá, indítása nem is jó. Pantovics! Ők nem fogják elsietni, az egészen bizonyos. Babinyec! Mészáros, újra Babinyec! Figyel arra, hogy Kovács támadja el. Király, ő nagy fújolást kap az ápoltatása után. Aztán egész hát a csapatkapitány Nagy Sándor, aki nem kockáztat, Uram János hozza játékba. Uramot Kovács támadja, Uram indít, ez ki fog menni. Így van, ezt el nem érheti senki. Bedobás, Ala Margiti Csandor. Csotész. Romics. Olá Bálint húzódott most hátra. Zsolnai megelőzik. Ez kockázatos csel volt, kedves Zsolnai. Király Patrik. Lehetőség. Szó nem történt szabálytalanságról. Elesett Váradi Ádám, nem is reklamál. Szabó Máté. Szabó Máté viszont reklamálja, hogy szabálytalankodtak vele szemben, és a reklamáció... Vaszicsku. Vaszicsku. Kérdezte közül egy újságíró kolléga, aki a kiállított, Vaszicsku Gergő, aztán Írik Farkas, ő viszont hátrafejel egy labdát, de nem jól. Szalai. Középpályán egyelőre úra Békés Csaba. Soltész nem bántotta Pantovicsot, Pantovics különösen él. Ez egy nagyon szép csel volt Váradi Ádám részéről, aki viszont azt akarta mondani középre ível, de szó nincs itt középre ível, és ő nagyon-nagyon messzire, messze-messze elrúgta a labdát. És ott van most Gólyér Gergő előtt egy kis folyosó. 25. Szabadrúgás. Kovács Dávid állíthatja le a labdát. Sárgát reklamál a hazai közönség, nem minden alap nélkül. Kicsit könnyű szívvel kapták a sárgákat és a pirosakat, a budafokiak mondják. És valóban, tehát lehet vitatkozni az ítéleteken, ezt nyugodtan mondhatom. Kovács Dávid lazán előre érkezhet, olá visszafejeli, Uram azonban kilépés a labda az övé. 31. perc, egy lehetőség a Budafok előtt, de csak lehetőség. Nem volt igazán komoly gólveszély, mert nem a játékos társaknak, hanem Uram János kezébe fejelte a labdát alá. Nem volt rossz elképzelés. Nagy. Polényi.
nagy. Biztos, hogy nem fogják elsietni. Most már biztos, hogy nem sietik el a Békés Csavai. A Kovács megint letámad, és Uram Jánosnak lesz ebből gondja. És Uramot letámadt a Kovács, ez pedig annyit jelent, hogy bedobást harcolt ki a Békés Csavának. Valószínű Csizmadő Csaba előbb-utóbb majd cserére is szánja el magát. Ha a fél időben a Budapok még egyenlíteni tudna, akkor azért más lenne a leányzó fekvése, hogy szokták mondani, egy-egy után bármi lehetne. De 10 emberrel, ahogy fogy az idő, ahogy telik az idő, és nem tud egyenlíteni a Budafok, úgy egyre nehezebb dolga lesz. Lukács fejelte föl, Gohér fejelte vissza. Fejeltében Olá a jobb, szép fejes, és Romics, egészen hát a Romics Daniel, leállítja és indít. Olá! Megint fekszik egy Békés Csavai játékos. A közönség most már azt sem hinné el, hogyha úgy kéne levinni egyenként a tagjait a pályáról, azt hiszem. Ez Derdáknak sikerült elérni. Ha jól látom, akkor talán nem Pantovics, hanem talán Lukács, Babinyec fekszik ott. Babinyec, igen. Nem, Babinyec felállt. Annyi Békés Csabait ápolnak, hogy meg nem mondom, hogy most pontosan kit ápolnak ott. Talán Olá László volt. Nem. 30-assal Lukács Raimond. Én nem nagyon hiszem, hogy nagyon súlyos lenne ez a sérülés. Játékvezetői labda, amit majd... Gohér tesz hátra. Romics, az utolsó ember. Szabó. Ő gyors fiú, meghúzhatja egész alapon. Alig Szabó. Az első sem jó. Szabó még mindig a 16-oson belül egy kicsit sok lesz ez. Gohér középre teszi. Egy fejes! Kapva gól! Egy fejes! Kapva gól! A 33. percben remekül teszi középre a labdát Gohér, és Kovács Dávid parádés fejese a kapufáról, Uram János testére pattan, onnan pedig be a hálóba, idézzük fel, érkezik a beadás, Kovács csodálatosan érkezik fejjel, keményen megfejje a labdát, és a kapufáról bepattan az a 33. percben, inkább 34-ben Kovács Dávid fejesével egyenlít a Budapok. Nyugodtan mondhatom, hogy megérdemelt az egyenlítés, hiszen egy elég véleményes kiállítás után Kovács Dávid, aki egyenlítő gólt szerzett legutóbb idegenben a Soroksár ellen, most parádés fejesen juttatta a labdát a hálóba. Kovács Dávid tehát hatalmas tapsot kap. És a Budafoknak most lelkileg szerencséje van, hiszen a 35. perc sem érkezett még el, és a Budafok egyenlíteni tudott 10 emberrel. És meg is indul most Soltész. Szépen lépnek oda, és valóban Soltész lábáról ment ki most, ez igaz, jó ítélet. Irik Farkas ugyan szeretne dobni, de ezúttal igaza van a játékvezetőnek. Valóban Soltész lábáról ment ki a labda, de megvan az egyenlítés, ez a nagyon fontos egyenlítés 10 emberrel. Ez mindenképpen lelkileg nagyon nagy segítség kell, hogy legyen a Budafoknak. Király Patrik továbbra is hatalmas fütszót kap, mert hiszen ő volt az, akiről kiállították Vasicskut, mondhatjuk így. Olá Bálint kemény megelőzése után Kovács Dávid. Gohér. Elévülhetetlen érdemei vannak a gólban, remekül tekerte középre a labdát, és aztán Póser kapus ballal. Jézus Atya Úristen, a szél is fújja, hova rúgta ezt, kedves Póser? Hát nem volt a legszerencsésebb kapus megoldás, az biztos. Bedobásra jöhetnek a lilák. Budafok Békés Csaba 1-1. És Olá, mármint a Békés Csabai Olá. Soltész. És nagyon szép Soltészszerelés ismét. Kovács Dávid még harcol a labdáért, megszerezték azonban újra a fehérmezes vendégek. Egy középretett labda, Olá tisztáz, bedobással jöhet a Békés Csaba. 35-36. Perc, Budafok Békés Csaba 1-1, egy igencsak mozgalmas és változatos első fél időben.
Zsolnai húzza ki a labdát szépen. Kovács Dávid felé, talán elismert Dávid Polényivel óriási csata. És a bedobás a Békés Csabát illeti. Király Patrikot várja ide közel magához a budafoki közönség. Hát Király Patrik nem öngyilkos jelölt, hogy erre közel jöjjön. Nézzük Kóhér fejesét, amely a napelemeket veszélyezteti csak, de felszabadított. Így átjöhet újra Békés Csaba. De most meg Soltész feje villan, Kovács Dávid, és aztán Polényi. Feljebb tolja hadállásét a Békés Csaba. 1-0-ra vezettek, és aztán Kovács Farád is fejesen egyenlített. Antovics, majd Király Patrik. Újra Király Patrik. Minden labda érintése ellenszenvet vált ki a közönségből. Túl hosszú az a Békés Csaba indítás, túl hosszú az a támadás. Szalai Dániel nem éri el, belabással jöhet Gohér Gergő. Melegít egyébként szinte minden budafoki, biztosra veszem, hogy akár a másik fél időben, akár rögtön kezdés után frissíti majd csapatát, a 10 emberrel küzdő budafokot, hiszen gyakorlatilag egy teljes fél időt és egy fél időt ember hátrányba kell játszani, hogy így farkas nem ért el a labdát, pedig ha ő meg tudott volna indulni, Pantovics, Király Patrik, oda lépnek, Margitics fejjel, Írik Farkas megpróbálja elérni, de addig nem kiengedik a Csabaiak, így is van. Mészáros Márk bedobása után Király Patrik. Próbálja széthúzni a mezőnyt most a Békés Csaba, Mészáros. Keresztlabdák után hátra, nem törik össze magukat támadásban a vendégek sem. A meccs elején biztos, hogy kiegyeztek volna egy ponttal, de hát 10 emberrel játszott, talán felcsillant előttük a győzelem lehetősége, és ezt Kovács fejesen némileg leütötte, de most azért megint némi mezőny fölényt a lilák harcoltak ki. És egy nagyon szép szerelés, aki elkövette Szabó Máté. 39. perc, Csabai szöglet. A 60-as számú játékos olálkodik ott, és 10-essel Pantovics, tehát hogyha véletlen kipattanna a labda, akkor gondjaik lehetnének a budafokiaknak, erre vigyázniuk kell. Ott az ívelés, ott a fejes, nincs olyan kipattanna, amivel lőni lehet. Lesz viszont egy újabb ívelés. Romics ballal könnyedén oldotta meg, Polényi viszont leveszi, és egyre hátrébb, sőt, Nagy Sándor valószínűleg kaput fogja játékozni, így is van. Megfuttatják Uram Jánost, akit letámad Kovács Dávid. És Uram, kirúgja a labdát az oldalon, tudom, megéri letámadni bizony, megéri letámadni a Békés Csabai kapust, megzavarható Uram János így labdával. Irig Farkas, indián nevén Irig Farkas, persze, nem ő így, inkább ráirigykednek például bicikli cserejére. Most nem mutat be egyet sem, viszont Soltész hozzá játékba. Aztán Olá Bálint. Gohér indul be, és meg is kapja ezt a labdát, de elfejlik előle. Polényi érkezik, és kivágja a labdát oda, pont a Békés Csabai kispadhoz. 39, sőt ez már a 40. perc, 1-1-es állásnál budafoki bedobás. Nincs már Vaszicsko, aki nagy bedobással riogatja az ellenfelt. Persze egy kis nagy bedobásért Kovács Dávid sem megy a szomszédba. Soltész, Olá, Zsolnai, jó lefordulás. Szabó Máté jó labdát kap, de Polényi jobb helyzete, Polényi nagyon jól játszik hátul. Szerintem kivitte a labdát, és ez szöglet kell, hogy legyen. Úgy is van, sarokrugás. A 40. percben BMT-je szöglet. Polényi nagyon jól játszik a védelembe, de most kivitte a labdát. Szóval hajrá Budafok, bíztatás. És rá is fél a fiúkra, és meg is érdemlik, hiszen 10 emberrel is támad a Budafok, harcol a Budafok, szeretné még a fél időn megszerezni a vezető gólt. Egy ilyen szöglet után van is rá esély, és épp lágyan oda középre, ott a fejes! Elérheti még Zsolnai. Nézzük Zsolnai ível egyet, pontosan. Ezt is kifejelik, de ott van Kovács Dávid.
A harmadik ívelés. Kovács megindul, Kovács előleti, ellövi, és uram véd. Nagyon szép Kovács köré, 41. perc, és újabb szöglet. Kovács Dávid kedvét is meghozta. Volt egy fejese, ez veszélytelen volt, egy fejese, ez gólt ért, és most egy életerős lövéssel riogatta Uram Jánost, aki a kapu fölé tenyerelte ezt a labdát, de a 41-42. Percben ismét budafoki sarokrugás. Eddig veszélyesek ezek a sarokrugások. Lehet, hogy most a hosszúra íveli Kovács. Ott a jó érkezés, és Irik Farkas fölé feje. Bizony, Irik Farkas jól érkezett, róla elfeledkeztek. Ha le tudja bólintani, komoly gondokat okozott volna, de a Volna nem focizik. A Volna nem játékos, hanem csak egy lehetőség. Így hát maradt az egy-egy, és Uram János, Uram, bocsánat, az egyre inkább feltámadó szélben és hüllő időben kirúghatja a labdát. Egy-egy tehát, és jó jön majd a pihenő a budafoki fiúknak, azt hiszem. Bár nem lendületbe kerültek egyenlítő góljuk után, les helyzet volt, csak nem állt meg még Olá, mármint a Békés Csabai Olá. Olá László Dávid, a Békés Csabai fiú, Olá Bálint, a budafoki Olá. Na most éppen a budafoki Olá teszi tovább. Gohér. Szabó, puff! A könnyűsülő fiút átlökték a félpályán, nyugodtan mondhatjuk. Csizmadja mutatja, hova kéne állni. Hát Romics kap egy labdát, nem kockáztat, hátra Pósernak. Pósern indítása eddig elinszó a vegyes felvágottak, ezt például meg tudta menteni most Írig Farkas. Kovács visszafelé Írignek, eddig ez szép, Írig. Soltész, Margitics, jó labda Kovács felé, Kovácsot megelőzik fejjel, ott van Mészáros. Írig Farkas támadja őt, és labdát szerez. Írig eléri az alapvonal előtt, eléri, visszateszi, Kovács mellé fejelte, de Szabó még elérheti. Még lehetőség lehet ebből. Szabó nagyot esik, az ítélet semmi. Szabónak szól a játékvezető, hogy álljon föl. Nem hiszem, hogy Szabó most a 43. percben eljátszotta volna a nagy halált. Abszolút nem hiszem, hogy a hideg szélben és a nedves földön Szabó csak úgy könnyedén feltrengene. Én szerintem kapott egyet. Hát, ha nincs ítélet, akkor a labdával a Békés Csabaiak jöhetnek. Márpedig ítélet nincs, az az ítélet, hogy budafoki bedobás. Hát most vagy budafoki szabadrugás, vagy Békés Csabai bedobás. Tehát a játékvezető Salamoni ítéletet hozott. Gohér Gergő megmutatja, hogy ő is tud nagyot dobni. És Gohér nagyot is dob. Zsolnai! Lepattan egy Békés Csabai tesztről, kezezést reklamál a közönség. Bizony úgy tűnt a 44. percben. Ez úgy tűnt, hogy bizony Békés Csabai kézzel vándorolt le ez a labda. Itt viszont szabadrugás kifelé. De nincs lap. Valahogy nem konzekvens a játékvezető, a fehér mezeseknél elfelelkezik a lapról, mintha a sárga lapok eltűnnének a zsebéből egy Békés Csabai szabálytalanság. Ezt majd vissza kéne nézni, vagy majd megnézzük a lassításban, mikor az összefoglaló készül. Hát bizony lehet, hogy leszorított volt az a kéz, de szerintem, ha kéz már pedig a labda a kapu felé irányult, akkor az kezezés és azért büntető járhatott volna. Nézzük a kirúgást, vagy ilyette szabadrugást, amit Pósel a 45. percben végez el. Nem látom, hogy mennyi tábla emelkedett fel. 2 darab perc emelkedik fel, és még budafoki támadás. Gohé! Az ívelés nem rossz. Polényi. Polényi a legjobb embere a Békés Csabai védelemben. Margitics. 2 perc az alatt még lehet egy támadást vezetni. Margitics azonban elrontotta ezt az akciót, de visszaszerezte Soltész a labdát. Onnan már Olá Bálint, és Olá ívelheti keresztbe. Úgy is van, Írik Farkas felé, de ott van Mészáros, merre veszi és kapucsának le, melleli higgadtan. Uram jól védett, a fejes nem védhette, megpróbált ahhoz is hozzányúlni. Gohér. Jó indítás, a Szabó átteszi sarokkal, belepörget, de ott csak Polényit találja. Polényi jól játszik hátul, és Varga is. Az egyébként nem nagyon látszik, hogy létszám hátrányban lenne.
ez dicséretik a vár. Jön Pózsel is a labda az övé, letelt a 45 perc, innen most már a hosszabbítás perceit éljük. Pózsel kapus viszont azt mondja, hogy nem szórakozik hátul, előre fogja vágni a labdát jó messzire. Hát ha abból kezdhet még valamit a Budafok. Hát ha. Hát Pózsel sem kapkodja el. Viszont hosszan nyújtja meg. A pont a legkisebb ember felé, Szabónak ott esélye nincs, Polényi lökött. Hát ez egyértelmű volt, hogy Polényi ellökte a labda aló Kovácsot. Ez innen is látszott, szabad szemmel. A játékvezető kb. 23 centire volt, ezt azonban nem vette észre. Lehet, hogy baj lehet, valami baj lehet, és ez rövid távon nem lát jól a sportás. Gohér. Szöglet lesz ez, ha hozzáérnek, de hozzáértek, de Polényi helyett Uram János kezébe pattan a labda, aki egy nagyon jó kirúgással futtatná Pantovicsot. Felférli Margit is egyszer, felférli kétszer. Király Patrik és keményen ütközött Szabóval, aztán egy zicser, de ez nem zicser, rosszul veszi át a labdát. A Békés Csaba játékban ez bizony helyzet volt, 45 plusz 1. percben. És a játékvezető lefújta a fél időt, azt a fél időt, amely nagy harcot hozott, egy-egy gólt mindkét oldalon, és egy kiállítást. Innen folytatjuk majd a második 45 percben.